Ez egy nyíregyházi szupermarket, itt is külön polcrendszeren találhatóak a diabetikus élelmiszerek. Ez könnyebbséget jelent a cukorbeteg vásárlóknak, hiszen minden általuk fogyasztható termék egy helyen található meg. Július 20-ától azonban eltűnik a cukorbetegeknek ajánlott élelmiszerek jelölése, például a sokszor használt narancssárga kör vagy maga a diabetikus felirat. Nem tartom jó ötletnek, hogy megszüntetik. Sokkal egyszerűbb a cukrosoknak. Most ránéz, látja a dolgokat. Ezután nem fogja, és aki pláne szemüveges, azoknál is problémát fog okozni. A változás mellett elsősorban az szólt, hogy a diabetikus termék elnevezést sokan csak marketingeszközként használták. A statisztika azonban megdöbbentő, mondta megkeresésünkre a Nyíregyházi Kórház diabetológusa, a 4-es belgyógyászat osztályvezetője. Gál Zsolt kiemelte, a cukorbetegség mára már népbetegséggé vált, Magyarországon a lakosság közel 10%-a érintett. Körülbelül 1 millió olyan ember lehet, akinek a vércukor szintje nem normális, mert a cukorbetegségnek vannak úgynevezett megelőző állapotai, úgynevezett prediabetes, ami már egy fokozott szívérrendszeri veszélyeztetettséget jelent, és azt is jelenti, hogy ha a helyzet nem változik, akkor cukorbetegség alakulhat ki. Ugye megyénkben, hogyha ezeket az arányokat vesszük alapul, egy 40 ezer beteg lehet, 40 ezer cukorbeteg. És hát ami az egyik legfontosabb tény, hogy a betegek jelentős száma, akár 40-50%-a nem tud a cukorbetegségéről, mert a cukorbetegség sokáig panaszt tünetet nem okoz. A diabétesz nem gyógyítható, az egy folyamatosan romló betegség, lefolyása viszont kezelésének minőségén múlik. Ha valaki megfelelően étkezik és jó kezelést kap, hosszú életet is élhet. Magyarországon gyakorlatilag az összes, majdnem az összes világon kapható gyógyszer rendelkezésre áll, és a paletta nagyon széles, több mint egy tucatnyi a típusú a gyógyszer van már, és hát az inzulinok, mert van, aki inzulint igényel, hát abból is rengetegféle és fajta van. Egyénre szabottan kell kiválasztani a kezelést, egyénre szabottan kell kiválasztani az életmódot, az étrendet és az adott gyógyszert. A cukorbetegség kialakulásában kockázati tényező többek között a túlsúly és a magas vérnyomás.